Bilincsben és rabláncban ült a bíróságon az a férfi, aki rendszeresen, különös kegyetlenséggel, brutálisan bántalmazta élettársát. A vádlott ügyében ma ítéletet hirdetett a kecskeméti törvényszék. Bűnös emberülés büntetének kísérletében BTK 160. szakasz 1-bekezdés és 2-bekezdés D pont, személyi szabadság megsértésének büntetében BTK 194. szakasz 1-bekezdés és 2-bekezdés B pont, ötrendbeli kiskorú veszélyeztetésének büntetében BTK 208. szakasz 1-bekezdés. A bíróság ezért a vádlottat halmazati büntetésül 15 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítéli. A 34 éves kecskeméti férfi féltékenységből rendszeresen több napon keresztül bántalmazta az élettársát. 2016. novemberében több ízben, vascsővel és ököllel is tesszerte megütötte. Késsel többször megszúrta, cigaretta csikket nyomott el rajta, valamint sót nyomott a nemi szervébe. A kiskorú gyermekei a brutalitások egy részét látták is. Miután a sértett az utolsó napon az ütlegeléstől elájult, őt vízzel fellocsolta. Ezt követően a konyhai kanapén fekvő sértett két kezét összekötözte egy madzaggal, melynek másik végét a kanapé karfájához kötötte. A délután folyamán a vádlott mobiltelefonon felhívta lánytestvérét, és arra kényszerítette a sértettet, hogy sorolja fel neki, hogy a vádlott mely rokonaival volt szexuális kapcsolata, majd a telefont visszatéve közölte, hogy meg fogja ölni élettársát. A vádlott testvére a történtekről értesítette a sértett rokonait, akik telefonon segítséget kértek a rendőrségtől. A rendőrök végül a WC mellett egy pokróc alatt találták meg a rejtőző vádlottat és súlyosan sérült élettársát. A nőnek olyan súlyos törései és szúrt sebei voltak, hogyha nem részesült volna orvosi ellátásban, akkor feltehetően 48-72 órán belül életét vesztette volna.